Ez ugyan földrajzilag egy regionális háború, de annak hatásai világszintűek, és a 25. órában vagyunk ahhoz, hogy megakadályozzuk, hogy maga a háború is világháborúvá váljon. Emberéleteket pedig nem fegyverszállítással, szankciókkal, hanem kizárólag békével lehet menteni, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter napirendelőtti felszólalásában. Világosan látjuk, hogy ez a háború csak szenvedést hoz. Ennek a háborúnak nincsenek, nem lehetnek győztesei. Ennek a háborúnak csak vesztesei vannak. És minél tovább tart ez a háború, annál több ember fog meghalni, és minél tovább tart ez a háború, annál nagyobb pusztítást fog okozni. Ebben a helyzetben teljesen egyértelmű, hogy mi vagy mi lenne a nemzetközi közösség feladata. A tárcavezető szerint ez az emberéletek mentése lenne. Szijjártó Péter szerint ugyanakkor Európa és a transzatlanti térség háborús pszichózisban van, és Brüsszelben vannak, akik versenyként fogják fel, hogy az Egyesült Államok vagy Európa adjon-e több fegyvert Ukrajnának. A háborús feszültség tehát nem enyhül, erről is fogunk beszélgetni vendégemmel, Juhász Hajnalkával, a KDNP országgyűlési képviselőjével. Jó estét kívánok, köszöntöm Önt a stúdióban. Mielőtt rátérnénk erre a témára, erről a mai eskütételről kérdezem, Ön is ott volt a parlament ülésteremben, ahol Gyurcsány Ferenc a DK elnöke elég sajátságos módon köszöntötte a frissen megválasztott országgyűlési képviselőt. Milyen volt ezt látni itt testközelből? Itt látjuk azt a képet is. Mit szóltak ehhez? Őszinte leszek, kendőzetlenül, tehát én 5. éve vagyok a parlamentben, ami nem is kevés, nem is sok. Ilyen viselkedést, ami a parlamenthez nem méltó, én nem láttam. És nem csak arról az oldalról kell beszélnünk, hogy Gyurcsány Ferenc hogyan viselkedett. Én kiállok a nők közéleti szerepvállalása mellett, de azt gondolom, hogy egy hölgynek, egy női képviselőnek, még akkor is, hogyha első napja van a parlamentben, és mondjuk, hogy tapasztalatlan, oda kell figyelni arra, hogy a renoméját meg tudja tartani, meg tudja őrizni. Itt egy hosszú ölelésről volt szó, egy szoros kéz szorításról. Ez nem tesz jót nekünk női képviselőknek, és azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy komolyan tudjuk venni ezt a renomét, vagy ezt a kezdést, ez nagyon illetlen volt, és nem méltó egy eskütételi utáni pillanatokhoz. Döbbenetes volt látni az egész folyamatot, ami történt, és hát a képek tanúsítják azt, hogy itt azért egy közös összeborulásról van szó, nem méltó a parlamenthez az ilyen viselkedés. Azért arra nagyon kíváncsi lennék, hogyha mondjuk akár egy KDNP és akár egy fideszes képviselőt megválasztása után bármelyik pártelnök, frakcióvezető vagy magasrangú kormánypárti politikus így köszöntene. Mi lenne annak a visszhangja Ön szerint? Olyan szintű támadások érnék gyakorlatilag akár a Fidesz, akár a KDNP-t, és olyan feminista mozgalmak képviselői szólalnának meg azonnal, hogy alig tudnánk kezelni a helyzetet. Nem valószínű, hogy itt bármit látni fogunk, és nem segített a helyzeten, hogy Vadai Ágnes ugrott egy hatalmasat, és ő is a nyakába borult, mert illetlen volt mind a kettőjük részéről. Itt mindegy, hogy most férfi és nő, azt gondolom, mind a kettőjüknek egy jelenlegi parlamenti képviselő is abban a pillanatban egy parlamenti képviselővé vált, hölgynek minden körülmények között arra kell tekintettel lenni, hogy Magyarország parlamentjében vannak. Ez egy olyan szintű komolytalan kezdés, ami után azért a képviselőasszony nehéz lesz akár nekünk női képviselőknek is komolyan venni. Én kíváncsi leszek ennek a következményére. Beszélgessünk a háborúról, illetve a diplomáciai háborúról is, hiszen ez is hát folyamatos ez a fajta nyomásgyakorlás. Ugye a finn és a svéd NATO csatlakozás kapcsán egy magyar bizottság indul találkozni a finn, illetve a svéd külügyi vezetőkkel, politikusokkal. Itt már elhangzottak akár a finn, akár a svéd politikusok részéről egy eléggé elutasító hang, nem? Miért van ez Ön szerint? Ja, múlt héten volt a parlamenti vitája, én is vezérszónokkal voltam a svéd és finn NATO csatlakozás kérdésének. Két dolog, amit itt fontos megemlíteni, egyrészt az, hogy elkötelezett NATO szövetségesek vagyunk. De a másik, ami ehhez kapcsolódik, hogy a tiszteletet, azt mindenkitől megköveteljük, és egy katonai szövetségben nincs helye az ideológiai megjegyzéseknek, az ideológiai vitáknak. Az elmúlt másfél-két évben finn és svéd európai parlamenti és balliberális képviselők teljesen alaptalan, olyan támadásokat és kritikákat fogalmaztak meg Magyarországgal szemben, és itt szintén Vadai Ágnest korrigálnom kellett, mert nem csak a magyar kormány ellen, hanem Magyarország ellen, a magyar emberek ellen, ami egy célzott támadás volt, és azt gondolom, hogy az az időszak, amikor ők tudták,
hogy a NATO csatlakozási kérelmüket Magyarországnak is előbb tárgyalni kell. Ez a fajta hozzáállás az, amiért a parlamenti delegáció nagyon helyesen kimegy, találkozik személyesen a svéd és finn szintén delegáció vezetőkkel, és farkas szemet fognak egymással nézni, mert ez egy olyan időszak, amikor a NATO szövetségeseknek egyrészt össze kell tartani. De ez nagyon fontos üzenet, a baloldal és a jobboldal közti különbség nem csak az, hogy egy háborúpárti baloldalunk és egy békepárti kormánypártunk van, hogy az ellenzéki viták vagy a felszólalások során, a mi vitáink során azt tapasztaltuk, hogy az ellenzéki képviselőknek sokkal fontosabb az, hogy mit gondol Svédország vagy Finnország. Mi pedig abban hiszünk, hogy mit gondolnak a magyar emberek. Nekünk ez az elsődleges kérdés, és ők a béke mellett, a békepárti, kormánypárti gondolkodás mellett tették le a voksukat. Egy olyan NATO szövetséges, egy lojális szövetséges Magyarország 1999 óta, ami megkérdőjelezhetetlen. A nemzetközi missziókban, a koszovói békefenntartói műveletben való részvételünk, az, hogy 2014-ben ígértük meg a 2%-os GDP arányú védelmi költségeknek a biztosítását, és úgy néz ki, hogy ebben az évben ezt meg fogjuk tudni teremteni, megkérdőjelezhetetlen az uniós és a NATO szövetség iránti értékrendünk. De azt hangsúlyozom továbbra is, hogy nem felejtjük el ezeknek az európai parlamenti képviselőknek, és név szerint a kollégáim segítségével összegyűjtöttem, és a Fidesz-KDNP képviselőtársaim is, hogy kik voltak azok a finn és svéd képviselők, több személyről beszélünk, akik az elmúlt másfél évben mindennek elmondták Magyarországot, és azt is hangsúlyozták, hogy nem érdemeljük meg az uniós pénzeket. Mi volt az ellenérzés oka ennyire, és hogyha azt el lehet mondani, hogy például Törökország sokkal több konkrét kritériumot, elvárást és hát kritikát fogalmazott meg a NATO csatlakozás kapcsán. Magyarország tiszteletet szeretne kérni, illetve egyelő bánásmódot. Mi ennek az ok, hogy ilyen lekezelően nyilatkoznak akkor? A hungarofóbia az egy politikai brand lett az elmúlt időszakban, és ebből nagyon sok finn és svéd képviselő akar megélni, és ami még ehhez egy ugye hozzáadott dolog, hogy mi kezdettől fogva egy békepárti álláspontot képviselünk. És azért látjuk, hogy mindent meg kell tennünk a háború további eszkalálódásának a megelőzése érdekében, és ez a békepárti álláspont, ez egy olyan kezdettől fogva egy olyan erős álláspont, egy nagyon komoly támogatottság mellett, amivel szemben mi nem vált, bármilyen politikai nyomás van, azért is nyújtottuk be ezt a békepárti határozati javaslatot, mert egy óriási politikai nyomás van a magyar kormányon a békepártisági miatt, és mivel nem vagyunk megint a fősodorban, nem azt tesszük, amit a mainstream követelne tőlünk, amit Brüsszel követelne tőlünk, fegyverszállítást, most már harci gépeket, vadászati gépeket, mi továbbra is azt mondjuk, hogy a béke oldalán állunk, és ez egy politikai nyomásgyakorlás volt, és ezt továbbra is hangsúlyozom, hogy a bizalom egy katonai szövetségben nélkülözhetetlen, és megérdemeljük a tiszteletet. Főleg azért, mert Svédország az 1700-as évek óta nem viselt háborút, akkor pontosan az oroszok verték tönkre a svéd haderőt, Finnország pedig véres csatákat vívott a szovjetekkel még a második világháborúban, és ott van egy több ezer kilométer hosszú közös határ. Pontosan. Itt azért pontosan látszik, hogy milyen pengeélen táncol akár az orosz agresszió miatt, akár a NATO esetleges beavatkozása miatt a világ. Itt még inkább felértékelődik az, hogy mondjuk senki se beszéljen ki ebből a NATO kórusból, ha lehet így fogalmazni, hanem egységes legyen a NATO álláspontja. Így ez nem nagyon tartható, vagy igen? Én azt, ugye az valóban így van, hogy Finnország csatlakozásával 1000 kilométer lesz, ami Oroszország és Finnország közötti határérintkezést jelenti, ez nem játék. Ez egyik dolog, a másik pedig miniszterelnök úr megint tűpontosan fogalmazott, mert ő azt mondta elsődlegesen, hogy egy Európai Uniós NATO-ra van szükség. Az Európai Uniónak egy saját védelmi politikára van szükség, és azt a veszélyt kell megakadályoznunk, hogy a NATO ezt ne mondja ki sose, hogy részese vagyok ennek a konfliktusnak. És ugye 35 ország küld most már fegyvereket, 17 tankokat is küldött, tehát nagyon-nagyon-nagyon komoly a helyzet, ahogyan miniszterelnök úr is, és külügyminiszter úr is mai napon hangsúlyozta, 25. órában vagyunk, de szerencsére azért a békepárti hangok növekedni fognak, emellett ugyanolyan nagy lesz a politikai nyomás, tehát egy ilyen állandó egyensúly küzdésben leszünk, ami az elkövetkezendő időszakban fontos, és ahogyan igen említésre került, ugye Törökország kérdése is az elkövetkezendő időszakban, májusban lesznek a választások, tehát itt azért még sok minden történhet, és az ellenzék részéről még egy mondatot hagyd tegyek hozzá, a legnagyobb vád az volt, hogy mi miért most tárgyaljuk. Hát a finn parlament ezen a héten tárgyalja a NATO csatlakozását, tehát azt gondolom, egyrészt nem vagyunk elkésve, másrészt pedig Brüsszel miatt egy óriási
óriási teher volt az elmúlt fél évben rajtunk, hogy a szükséges jogszabálymódosításokat megcsináljuk. Hát innen még azt hiszem sok diplomáciai csatározás vár Magyarországra. Juhász Hajnalka, köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm.